Mindig is szerettem a kultúrát, és magam is mindig szavaltam. Az iskolás koromban számos szavaló versenyt nyertem, szerettem szavalni. Zenei műveltségem nem olyan mély, zeneiskolában nem jártam, és abban a korszakban ezt nem tudtam teljesen elsajátítani. Szeretem viszont a képeket is, tehát a kultúra számos részét, a színházat is. De hogy ne legyen unalmas, szerintem a mostani világunkra nagyon tetszenek nekem a megzenésített versek. Egyrészt a vers az, amit mondani kell, mondta Kányádi, másrésztről pedig a versek végül is úgy születtek, hogy dalszövegek voltak, és ezt a most a napjainkban is láthatjuk, hogy számos slágerből vagy fiatalok által énekelt dalból egyszer csak versé válik, és eljut és bekerül a közösségi formában. Egy ilyen megzenésített vers, amit nagyon szeretek, a Mistráltól, a Gyöngyöt az embernek. Miért fontos? Hát szerintem minden benne van, ami közel áll az én lelki világomhoz ebben a korban is. Az egyébként meg minden korban más kedvenc versem volt, de ez is természetes, hiszen az ember az változik, és az érzése az mindig a tapasztalatain alapul, és most úgy gondolom, hogy most ebben a korban, amiben élek, így ez számomra ez sokat mond. Bölcsész vagyok, így nem tudok kiemelni egyetlen egy mondjuk verset, regényt sem a Gazdag nevelő irodalomból. Amint említettem, nagyon gazdag a magyar kultúra, vannak úgymond kedveltebb alkotói, de ha most meg kellene neveznem egy konkrét mondjuk műalkotást a magyar kultúrából, akkor én nem az irodalomból választanék most. Mégpedig azért nem, mert ugye bölcsészként, ha mondanék egy irodalmi alkotást, mondjuk egy verset vagy egy regényt, akkor a hallgatóim, akiket tanítottam, vagy tanítok, azok úgy értelmeznék, hogy hát megint órát tart. Ezt szeretném elkerülni most. Mondjuk nem is kedvencet mondok inkább, hanem egy ajánlatot. Ajánlok a kedves nézők figyelmébe egy olyan alkotást a magyar kultúrából, amelyet bátor szívvel tudok mindenkinek ajánlani, hogy ezt mindenképpen ismerni kell, vagy inkább ismerni célszerű. Ez pedig a 1989-ben készült a Legénynő című kiváló magyar film Varas Dezső rendezésében, amely egy olyan szatirikus vígjáték, Eperjes Károlyal a főszerepben, amely egy magyar irodalmi alkotásból született, magyar alkotók filmjeként, és bár nem friss, említettem 1989-es, ennek ellenére ma is kiválóan megnézhető, élvezhető, és annak ellenére, hogy egyébként szándékosan fekete-fehér, végig lehet élvezni minden egyes pillanatát. Természetesen van. Sok kedvencem van. Kedvenc verseim közül talán Petőfi Sándor nemzeti dalát javasolnám, ajánlanám mindenkinek. Kedvenc filmjeim közül pedig kiemelném a Valahol Európában című filmet, amit mindenkinek ajánlok megnézésre. Miért van ez a film? Egy kitűnő korrajz arról az időszakról, amelyben készült. Egy nagyszerű társadalomkép korabeli Magyarországról. Azt gondolom, hogy aki történelmi gyökereinkkel, hagyományainkkal szeretne tisztában lenni, annak látnia kell. Hát kedvencem talán Szabó Magdától az Abigail című regény, illetve az Ajtó. Az előbbinek a filmváltozatát az szinte évente megismétli a valamelyik magyar csatorna, mindig megnézzük a gyerekekkel, illetve Vörös Sándor gyerekversei az, amiket nagyon szerettem a gyerekeimnek olvasgatni kiskorukban. Mert mindenféleképpen az emberi sorsok, az ember sorsa benne van mind a kettőben, illetve hát
gyerekeimnek is nagyon tetszett, már a fia változata, mikor kicsik voltak, akkor együtt néztük. Igen, valóban 1989 óta, immár 32. éve lesz, hogy a himnusz születésének napján méltatjuk a Magyar Kultúra Napját. Mindenütt, ahol magyarok élnek, ez egy nagyon fontos esemény arra, hogy megemlékezzünk nemzeti értékeinkről, hagyományainkról. Nekünk itt kisebbségben élő magyaroknak kimondottan az a feladatunk, különösen a magyar tanároknak, mint én is vagyok, minden alkalmat megragadjunk arra, hogy a nemzettudatunkat erősítsük, a fennvető nemzedékben még inkább. A Pedagógus Szövetség mindig ehhez a naphoz igazította idáig, már több mint egy évtizede, a karádi helyesírási versenyt. Január 22-éhez eső, legközelebbi szombaton volt ez a verseny. Sajnos ez a járványhelyzet most ezt is felülírta, de mindent megteszünk annak érdekében a Pedagógus Szövetségen belül, hogy ez a rendezvény meg legyen szervezve, csak egy kicsit későbbi alkalommal. Ezúttal a Pedagógus Szövetség oly módon próbál megemlékezni a Magyar Kultúra Napjáról, hogy versmaratont hirdetett január 22-ére. Mi, a szakgimnázium magyar tanára is arra buzdítjuk a diákjainkat, hogy a számukra legjobban tetsző verset adják elő videóformájában, és ezt küldjék el a Pedagógus Szövetség e-mailjére, hogy megjelenhessen ezen a napon. Gyönyörködhessünk a felnövekvő nemzedék által választott legszebb, legkedvesebb magyar költeményekben. Számomra az egyik kedvenc, egy magyar tanárnak szinte mindegyik vers kedvence kell, hogy legyen, illetve több kedvence van. Nekem a legjobban Babits Mihály verse tetszik.